abban lenne veszünk. Az elmúlt egy évben nagyon sok minden történt, ennek személyes vonatkozásaira vezérigazgató úr volt kedves utalni, de a helyzet az, hogy az elmúlt egy évben Magyarország újabb sikereket ért el. Olyan sikereket, amelyek Európa szégyen padjáról egészen Európa élmezőnyébe repítettek minket. Ha csak az elmúlt egy esztendőt nézem, akkor arról jó hírről tudok beszámolni önöknek, hogy az elmúlt egy évben Magyarországon működő vállalatok összesen 5216 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre Magyarországon, ami azt jelenti, hogy ez az összeg 14%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, és ilyenre 17 éve nem volt példa Magyarországon. 17 éve nem volt olyan, hogy ilyen mértékben emelkedtek volna a beruházások hazánkban. Ebből a Nemzeti Befektetési Ügynökség is kivette a maga részét, ha már sokat emlegették az előttem szólók a hipát, akkor egy mondat erejéig érdemes itt megállni. A tavalyi esztendőben 60 külföldi vállalattal tudtunk megállapodást kötni magyarországi beruházásról. Ezeknek a beruházásoknak az összértéke meghaladta az 1,6 milliárd eurót, és 11 ezer új munkahelyet jelentettek Magyarország számára. És azáltal, hogy a külföldi vállalatok beruházásai ilyen mértékben növekedtek Magyarországon, ezzel egy újabb rangsorban vettük át az első helyet. Itt Közép-Európában most már a GDP arányos FDI állomány tekintetében, hogy ilyen szép ősi magyar kifejezéseket használjak, első helyen állunk. Vagyis, hogyha a külföldi közvetlen működő tőkét a nemzetgazdasági teljesítményhez mérjük, FDI per GDP, akkor mi vagyunk az elsők most már Közép-Európában. Korábban ezt a dicsőséget nem mondhattuk el magunkról, most már viszont ez a helyzet.